Ingyen hitelhez juthatnak a gazdák az Agrár Széchenyi Kártya folyószámla hitelével, amely a járványhelyzetben biztosít a számukra likviditást. Az elmúlt években 200 milliárd forint értékben helyeztek ki ilyen, de még kamatozó hiteleket a bankokon keresztül. Duplájára emelkedett az az összeg, amit fel lehet használni. Sok mezőgazdasági vállalkozás élt ezzel a lehetőséggel, kedvező hitele. Most ez még kedvezőbb lett kamatozás szempontjából is, illetve fedezet szempontjából is nagy segítséget nyújt azoknak a gazdálkodóknak, akiknek átmeneti problémájuk van. De éltek ezzel a lehetőséggel egy biztonsági szempontból még azok a gazdálkodók is, akik nem voltak egyelőre eddig ilyen helyzetben, mert azért egy ilyen csekély kamatozású egy biztos pénz lehet. Rácz Imre hozzátette, ezt a hitelt felhasználva szezonon kívül jóval olcsóbban tudnak eszközöket és a munkájukhoz szükséges anyagokat beszerezni a gazdák, így várhatóan nagy lesz a kereslet a korábbi 2,5%-os hitelnél is kedvezőbb konstrukcióra. Az év végéig megkötött új hitelszerződéseknél a felvehető hitel maximumát a jelenlegi 100 millió forintról 200 millió forintra növelték, és teljesen kamat, illetve költségmentessé alakították a konstrukciót.